Sziasztok, Zazoka vagyok. Készen állok arra, hogy folytasson a Dex végigjátszást. Jó, igen, hát ez egy kicsit elhamarkodott kijelentés volt, mert jutott eszembe, hogy nem egy egyszerű helyszínen is feladat előtt hagytam abba. Ó, igen, ide megyünk be. Fúfú. Mivel tudunk ezzel nagyon jó fölkészülni? Na, hát itt a felszerelésnél ugye semmit nem tudunk berakni. Itt nézzünk esetleg körül. Hát az életünk például az nem áll túl jól. Használjuk el ezt a szintetikus sört. Amúgy is ilyen nagy melegben nagyon jól esik. 50. Meg ő is 50. Igazából teljesen mindegy, hogy melyiket esszük meg. Oké. Mi van még itt? Hát ez most ugye itt nekünk nem kell. Magnum pisztolyunk nincs. Miért nem adtam el? Mikor vettem ezt fel? Lehet, hogy azóta nem jártam boltba. Nem voltunk a spárba. Jól van. Igen, ezt sem tudom használni még. Ez mind ugye a kibertérre vonatkozik. Hát igazából az a baj, hogy... Igen, és ezt megpróbáltam ugye annak a hajós kapitánynak felajánlani, de... Rá se bagozott, hogy van-e nekem ilyen hajó alkatrészem. Ez elég szomorú. Na, tehát igazából semmivel nem tudok fölkészülni. Esetleg azzal, hogy megint mentek egyet, és ezt a procedurát nekem megint végigcsinálni. Ez az. Jó, nyomba tart egy örülsz, akkor nyissuk ki a zárat. Jó, belépés. Nézzük meg, hogy mi a... Hoppá! Kivégzés! Ez az! És gyorsan megpróbáljuk leverni ezt a... biztonsági őr. Sikerült. Hát... ettől féltem. Mondjuk van itt még jó pár dolog. De várjatok, mit is mondott a... tengerész? Tehát... maha... Ó, hát ezt még nekem föl kell törni. Várjunk, mi az, hogy kikötői ágyú irányítás? De nekem nem ez kell, hanem ugye a riasztók figyelő kameráknak a kikapcsolása. Mi ez a kikötői ágyú irányítás feltörése? Mi a... ez nekem nem kell. Akkor mi a francnak jöttem én ide be? Van itt valami a holtesteknél? Semmi az ég adta egy világon. Menjünk le! Hogy itt mi van. Remélem, hogy érthetően magyarázta el a játék, hogy mit kell itt csinálni. Tehát tudjátok, nehogy végül is az legyen, hogy ez a kikötői ágyú irányítás az azt jelenti, hogy végül ott kapcsolom ki a kamerákat. Év szintet léptünk. Vagy már az már most is volt? Mármint a múltkori részben? Nem tudom, nézzük meg. Elfelejtettem már, régóta játszottam most a játékkal. Meg egy picit túlmentem rajta. És várjatok, és valamit mit is mondtam, hogy a feltörésnél... A feltörésnél... És hülyeség volt akkor elhasználni például a segélycsomagokat is, nem mindegy. Tehát, hogy egy pont... És akkor 50%-kal gyorsabban áll a helyre. És ugye ezt kéne nekem elérni. Ezt kellene nekem elérni. Ha ezt elérem, akkor úgy gondolom, hogy itt most valameddig eljutottam. Értitek? És szerintem megint két pontot adott akkor a szintlépésre. Igen, ugye általában két pontot kapok most már a szintlépésre. És akkor biztos, hogy nem volt akkor szintlépésünk szerintem. Mert most léptem szintet, lehet látni, hogy alig léptem át a... következő tizedik szintre, vagy tizenegyedik szintre. Jó. Hát én nem tudom. Érdemes ezt rárakni, srácok? A következő szintlépésnél is kettő pontot fogok kapni. Akkor arra már biztos, hogy ezt rárakhatom. És egyelőre nincs sehol egy olyan következő lépés, ahol mondjuk a három pontos van.
Viszont hogyha most, várjatok, ha most nem költöm el, hanem akkor is hülyeség, mert sorrendbe kell menni. Ez a szivattyú benne, sorrendbe kell menni. Hát akkor nyugodtan hozzáadhatom őt, és akkor tartalékolhatok egyet, csak semmi értelme nincs. Mi ez a lőfegyver? Lehet, hogy inkább az életerőt kéne növelni egy picit, vagy... Vagy inkább őt, szívem szerint őt nézném meg, srácok. Nézzük már meg, hogy ő mi lesz. Egy képzettségpont, és ez csak annyi, hogy a kibertérben ugye a feltörés képes 50%-kal felgyorsul, ami mondjuk azért nem kevés. Jó, maradjon fiúk. Megnézzük ezt a emberek feltörését, hogy ez hogy néz ki. Lehet, hogy... Ez itt mi a figyfene? Aha. Ha jól látom, hogy itt ilyen mérges gázok vannak, csak rajtam van a maszk. Az Elon Musk. Bocsánat, ez rossz vicc volt. Alig látok valamit, tehát én is ennyit látok, mint amennyit ti. Mentsünk egyet. Azért kéne menteni, mert szerintem tök jól levertem azt a két tört. Tehát nagyon sikeres volt. Mentsünk rá ide. Teljesen felesleges, ugye. Itt pazarolni a mentés helyeket. Jó. Nézzük meg, hogy mi vár itt. Nem mondjátok. Oké. Tehát ez ilyen hátsó bejárat lett volna. Ez a játék, ez szivat. Igen, persze jó, oké, hátsó bejárat lett volna. Csak hogyha ugye nincs rajtunk a maszk, akkor itt amúgy sem tudunk átmenni. Mi van még itt, srácok? Semmi az ég, egy büdös világon. Akkor viszont ott annál az ajtón elmegyünk be. És megnézem, hogy itt... Nem tudok bemenni ott azon az ajtón? Beszélni nem is figyeltem. Jó, beszéljünk azzal a csókával ott kint. A hajós kapitánnyal. Most tényleg van értelme föltörnöm azt a számítógépet? Ami ugye nem lesz egyszerű, valljuk be. És feleslegesen nem akarok elpazarolni semmi. Semmi az ég a te világom. Várjatok? Nézzük már meg, hogy ott föl tudom törni. Nem igazán engedi. Gond lehet, hogy ugye az ilyen simán, aki nem ellenséges karakter, hogy azt nem engedi amúgy sem. Jó, a 22-es raktárnál voltunk. Szerintem a 21-esbe is benéztem, és ott is kiirtottam a népességet. És valahogy oda föl lehet ugorni. Aha. Hopp, oda. Úgy. Apuci ügyes. És itt nem tudunk átmenni. Itt mi volt? Itt nagyon sok van. Itt mászkálhatok össze-vissza. És itt teli volt lent emberekkel, teli van riasztó rendszerekkel. Aj, srácok. Olvassuk el a... van nekünk a minden igaz ilyen naplónk. Itt. Ő nem az. Azt a mindenit most itt megtalálni, srácok. Basszus kulcs. Nem fogom így megtalálni. Igen, ez megvolt. Várjatok, nézzük meg azt, hogy ami még nincs meg. Ha jól tudom, ugye, ez így van valahogy. Azt a beszélgetést keresném, ahol ugye azzal a kapitánnyal beszéltem, és mondott valamit.
hogy még hogy lehet ugye bejutni. De hát rohadt sok van, és azt sem tudom, hogy miért. Tudjátok, mit csinálunk? Ne gatyázzunk itt a francba. Le tudunk itt ugorni? Hát jó messziről borultunk le, vagy magasról ugortunk le. Nézzük meg, legfeljebb mentek előtte, ha nem jutok vele dülőre, akkor meg visszatöltöm az állást. De én más ilyen riasztó rendszert nem találok. Ha csak nem tudjátok, valahol teljesen máshol van. Mert ugye ott én balra még nem néztem végig az összes szobát. És akkor itt ez az ajtó, ez semmi, ez nulla. Ez nuku. Oké, tehát akkor megint mentünk egyet. És megnézzük ezt a... fókuszpontunk maximális, a többit meg mindent ugye a kibertérben el tudom intézni. Aztán, hát ez jól kezdődik. Akkor menjünk így. Mert... így legalább egyből szét tudok lőni valamit. Hop, 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 hop. Nem szívesen használnék még el semmilyen tűzfalat. Várjátok, hogy van? Hagyjatok, egy picit lógva most, gyerekek. Mit ugrászok? Mi ez a lila, akármicsoda, ugra-bugra? A sok hullám az RB. Igen, az adatpajzs az LB. Jó. Elfelejtettem. Menjünk így. Mint a gyerekek. Oviba. Ez az. Azt tudja, hogy lesz itt egy olyan, ami a vírust ontja magából. Egyet most ilyen lila katymoszta szétlőttünk. Tudom, dedos, de így megyünk, jó? Ohohohoho! Várjatok, hogy tudom becsapni? Így be tudom csapni. Jól van. Jaj, de imádom ezeket a kis piszkos trükköket. Hoppá, ott a hátam mögött van valami. De lőd már el. Vagy szét. Nagyon fog kelleni. Ó, és ott is van egy ilyen ágyú. Gondolom nem lesz egyszerű amúgy, srácok, ezt föltörni. Én se látok rá, meg ő se lát rám. De én most rálátom. Bibibi, bububu. Neked ott most véget, tesó. Van ott egy XP. Jó. Aha, aha, az mik? Kreditek. 25, 25, 25, 100 kreditet összeszedtem. Jó, és erre menjünk tovább. Hoppá, rézi mi. Megjelent egy valami kis... anyád. Menj innen, menj innen. Menj már innen. Nem akarom, tehát szétlövöm őket mindenféleképpen, mert nem akarom, hogy tudjátok, előre megyek, és akkor úgy kezd el pattogni, hogy szépen megkerül. Annak nem örülnék. Viszont ezeket az ágyukat, ezeket tök jól szétlőttem. A fókuszpontom az azért most már elég erősre lecsökkent. Most szerintem most már lehet, hogy majd az adatpajzsukat szépen föl kéne használnom. Menjünk így. Anyád. Hú, de utálatosak ezek, hogy pattognak össze-vissza. Semmi, nulla. Ott, két ágyú is van. Ajaj, óvatosabban kéne. Ez az. Annyira jó, hogy így mindig meg lehet találni akkor ilyen pontot, és akkor szétlőni azt a hülye ágyút. Ez az, megint elkaptam a kis rohadékot. Szipi-szupi. Ó. Thank you.
Végső soron a fókuszpont az, ami a gáz. Ne fogjon el. Ó, oké, ott megint van 100 kreditünk. Itt mi van? Semmi. Aha, jó, és akkor most! Ez az, nem szarozunk most már, srácok. Ez az. Tehát nem gatyázunk most már, nem akarom a fókuszpontot teljesen elfogyasztani. Moló lőtorony kikapcsolása. Hát ez hamarabb ment, mint gondoltam. Nézzünk azért végig, megint. Biztos, hogy nincs valami elágazás? Elég jó végigkövettem mondjuk a labirintust. Tehát igazából nem lehet már sehol elágazás. Igen, szerintem akkor nincs elágazás semmi. És az baj, hogy akkor még mindig nem találtam meg szerintem. Tehát ez tényleg az volt, amit mondtak. Hogy ez a kikötői ágyűrjelnyetes vezérlésen kikapcsolás. De ez nem nekem, tehát nem ez kell nekem. Na. Minden esetre ki van kapcsolva. Jó. Viszont hol van akkor az a kamerafigyelő rendszer? Én tényleg úgy emlékszem, hogy valami ilyesit mondott az a öreg tengerész, aki akkor úgy néz, hogy lehet, hogy nem lehet neki hinni. Hogy van valahol egy ilyen központ, ahol végső soron az összes ilyen riasztott térfigyelő akármicsodát ki lehet kapcsolni. Várjatok, ott erre mi van amúgy? Semmi. Jó, ez a hátsó bejáratunk. Voltunk a raktárakban, még talán... Igen, és itt a raktárakban is ugye széjjel lehet nézni, följebb. Jó, most megnézem azt az ajtót, de szerintem én ott is voltam, mert nyitva van. De mentünk egyet. Azt mindenféleképpen, mert most elég jól föltörtem azt a ágyú irányításos kompjúterkonzolt. Oké, nézzünk be, hogy mi van itt. Kapjuk el gyorsan az őrt! Ez az, legalább ennyi, srácok! Oké. Gyorsan ki. Jó. Lehet, hogy mondjuk nem ez volt a tökéletes megoldás. Mert ugye eléggé jól levitték az életteremet azok a rohadt riasztók. Jobb lesz őket gyorsan szétlőni. Ti is úgy gondoljátok, hogy így? Viszont szerintem adok egy kis gyógyszercsomagot magamnak. Mondjuk így, 248, 300, akkor még egyet innen rányomok. Oké, rendítsek. És... Oké. Oké. Ne! Fönt van az a rohadék! Jó, innen... Aj! Így, az gyorsan szétlőm, hogy ezt rénázom itt nekünk. Igazából észrevettetek... Te is kussoljál ott fönt? El tudok oda lőni? El. Tehát észrevettetek bármit is, hogy megszólalnak a riasztott és a hangzavaron kívül, hogy van-e bármi szerepe? Mi szerintem nincs. Töltsük újra a tárat, és azt a barmot, azt nem tudok úgy, hogy ide bemegyek, és ott fönt kijövök? Mert akkor nem kell a létrán fölmásznom. Értitek? Nézzük meg. Anyek, akkor menjünk ki. Nem láttam fölfele létrát. Jó, menjünk! Ez az... Ne, te ne üssél! Majd én ütök. És ez is hülyén van megoldva, hogy nem nyomom előre a kart, csak ütök. És megy előre.
És amit ütök, ugye el fogok a hátam mögé menni egy idő után. Haj, nem értem ezeket a srácokat, hogy ezt miért nem tudtak ezen egy picit javítani. Mert ha ütök, nem mozgok, akkor álljon egy helybe. Értitek? Na jó, nem nyivákolunk már annyit. Állandóan nyivákolok, nem szabad. Na, csináljuk. Kussoljunk és csináljuk. Egyszerűbb, ha szétlövöm őket. Én a mondó vagyok. Csak eszméletlen mennyire rossz a fegyvernek az a célkeresztje is. Pff, szörnyű. Várjatok, nézzétek meg! A kikötői központi gép feltörése, ő lesz az. Akkor ő lesz az. Jó van, csak megtaláltuk. Remélem nem lesz nehezebb, mint a... De jó, kaptam sok hullámot. De jó. Nem lesz nehezebb, mint a kikötői ágyú feltörés. Az nem volt nehéz végső soron. Mást itt nem látok ti sem semmit, meg én sem semmit. Meg akkor... eszünk, iszunk. Ő mennyi? Ő is 50-et. Jó, akkor így. Ez jó, ennél több nekem nem kell. Nézzük meg, hogy milyen alkatrészeink vannak nála. Nem, igen, sajnos egy tűzfalunk van csak, viszont sok hullámból... Sok hullámból meg ugye felszedtünk még egyet. Szipi-szupi. És akkor oké, mentünk egyet. És akkor föltörjük. Ezt a kikötői központi gép feltörése, és csak ez lehet már. Semmi más. Semmi más nem lehet. Nézzük, srácok! Oké. Okay. Adatpalc, sok hullám. Oj, mami, már jönnek itt ezek a rohadékok. Már jönnek, úristen, hát ez... Banyek! Ez nem lesz egyszerű. Jó. Már elment a adatpajzsom. Mennyi fókuszpontom van? Jó, vonuljunk vissza. És... Hú, basszus. Ez keményebb, srácok. Van még egy sok hullámom. Haj, van még egy sok hullámom. Adjunk rá egy nyilat. Na. Ez ilyenkor már azért, mert föl kéne, hogy törje. Vagyis, hogy elpusztítsa. A franc van. Őket sem tudom, én úgy emlékszem, hogy ezeket le lehet lőni. Most valamiért itt nem engedi. Lőhetem én itt fél órán keresztül. Ennyi idő alatt már szét szokta lőni. Lehet, hogy meg kell kerülni őket. Ó, gyerekek, ez nem lesz egyszerű. Ez nem lesz egyszerű. Ez nem lesz egyszerű. Azt a mindenit. Ajajajajajaj. Na hát ettől féltem. Valahogy a távolból. Az a baj, hogy a fókuszpont az semmiféleképpen sem áll helyre. Itt a kibertérnél. Na, ki akartam kerülni a lövését, és pont belementem. Hiába. Ezek az öreg reflexek. Hát ezzel a játékkal... Várjátok? Az a baj, hogy a sok hullámot, ha most elnyomom... Ójaj. Ezek jönnek ezek a rohadékok. Akkor oké, semmi probléma. Banyek.
Semmi probléma ugye a sok hullámmal, csak viszont... Ki tudja, hogy még később mi lesz. Menjünk erre. Csapjuk be a hülyét. Oké, vissza. Nem jó, már a fókuszpontom rohadt alacsony. Nem. Nézzük meg így. Aha, látom, hogy csak ezt a pirosakat lehet csak szétlőni. Hú, srácok, nagyon remélem, hogy a nehezén túl vagyunk. Mert itt már nincs semmi. Info. Szerintem azokat nem tudjuk szétlőni. Megnövekedett véletlenszerű áruellenőrzés. Megnövekedett véletlenszerű áruellenőrzés, küldő Sammy Inks címzett. Nagyon jó, igen. Kedves Mr. Vox. Az előző hét sikeres Kok 8 szállítmány lefoglalása miatt úgy döntöttünk. Megnöveljük a véletlenszerű áru átvizsgálások számát. Azon, hogy hatállyal szeretnénk megkérni, módosítsa az ellenőrzéseket 25 az 1-re. Gondolom ugye úgy jelenti. Száraz áru és 35 az 1-re a nedves áru esetében. Természetesen ehhez további erőforrásokra lesz szükség, emiatt tanácsolunk egy megbeszélést. Kikötői biztonsági koordinátor. Ja, bocsánat, hogy van? Igen, és akkor most így átmentem. Címzett biztonsági őrök, kikötői biztonsági alkalmazottaknak. A biztonsági vezetővel történt találkozásomat követően észrevették, hogy a kikötői beosztás az elkövetkező hónapra módosult, és további túlóra lehetőségek érhetők el. Kiterjesztik a biztonsági vizsgálatokat a mostanában kikötőben felfedezett engedély nélküli személyek száma és múlt heti 22-es raktárba betörés nem mi volt. A további kérdések lennének blablabla. Végső soron, hogyha előbb föltöröm ezt a központot, akkor lehet, hogy kisebb ellenállásra számíthatok, és utána török be a 22-es raktárba. Jó, hát így utólag könnyű mostnak lenni. Innen sem lehet őket ellőni, ugye? Nem, szerintem nem. Szerintem ezek pont arra vannak, hogy mindenféleképpen erre jöjjünk. Erre itt lenne valami? Megnézzük. Van! Dögölj meg, te rohadék! Ó, hogy kap be az összes micsodámat. Jaj. Hogy károsod eszemettem. Nagyon jó. Pisztolyunkból is kifogyott a lőszer. Mindenből kifogyott a lőszer. Hihetetlen. De lassan töltődik vissza. Addig nézzük meg a srácok. Mert az életem az nem fog visszatöltődni, hogy akkor spótoljuk. Egy 50-es elég. Teljesen tökéletes. És... jó. Tehát megvárjuk, míg szépen visszatöltöttük az életerőt. Nincs itt már semmi amúgy. Tudjátok, mit gondolkodok? Hogy amíg föltöltődik vissza az életerő, viszont azt lehet, hogy megnézhetjük, hogy ide is betörök, szétnézek a szobákba, azt akarom, és hát ott találok még ilyen tűzfalat, stb. Sok hullámot. Itt, ha jól emlékszem, akkor itt volt valami. Jaj, ne! Akkor viszont meg belépünk ide, és akkor itt törjük. Ez az, tesó, csináld! Jó, megvan. Föltörtük. Viszont ugye a fókuszpontunk megint egy picit lecsökkent, de nem baj. Jó. Ó, nyomva tart zárnyítás. Régi adatcsip, magnum lőszer, sense credit, hát sajnos. Ó. Ne már, legyen már benne valami. Légy szíves. Köszi. Hát nem hallottatok most már semmit komolyan a netes pornóról. Ó, de jó lesz, ha itt lesz valami. Legyen valami, légy szíves.
Ne, hát nem. Stimuláns adag. Jó, mindegy. Sajnos nem jutottunk sokkal előrébb. És itt most ebben a szobában nincs is semmi. Akkor menjünk föl. Most, ugye, ha visszaállt teljesen alapra a rendszerük, akkor bukta vári. Én így nem állok neki, srácok. Akkor el kell menni, venni kell cuccokat és felszerelkezve visszajönni. Meg lehet csinálni, csak akkor irgalmatlan sok. Mit akartam megnézni? Jó, hogy mennyi pénzem van, igen. Tehát van pénzem bőviben, meg lehet nézni. Várjatok! Ácsi, bácsi, bácsi. Hát nekem van itt ilyen EMP pisztolyom. Az legyen akkor az nálunk. Jó. Hogy állunk? Fókuszponttal. Még kell egy picit várni. Tehát megnézem. Ha visszaállt alapra minden, a védelem, akkor hagyom a fügyfenébe, srácok. Elmegyünk, bevásárolunk, és úgy jövünk ide-vissza. De mindenféleképpen ezt talán célszerű föltörni. Már csak az infók miatt is. És akkor tényleg remélem azt, hogy akkor itt most a kikötőben nyugodtan szét tudunk nézni. És megtaláljuk azt a kebabos dolgot, meg még az Isten tudja, hogy még mit találunk meg. Na jó van, szerintem már most így ennyi. Jó, kus van. Jaj de jó srácok, ez így nagyon jó. Igaz, hogy nincs semmink, az a baj, hogy nincs semmink, de... Hát ha jutok most valamire. Itt... Ezt lőjük szét. Tényleg nem értem, hogy mi szerepe van, de mindegy. Lőjük szét. Minden szétlőjünk, amit lehet. Ott van az a rohadék! Ott van az a rohadék! Ott van az a rohadék! Lőjük már szét. Ez az. Ho-ho-ho-ho-ho, mamika! Lehet amúgy, hogy igen, tehát megpróbálom, nem jutok semmire, akkor lehet, hogy elmegyek és bevásárolok. Mert... úgy néz ki, hogy nem áll vissza. Nem áll vissza. A védelem. Innentől kezdve pedig ugye, akkor elmehetek. Hát... Jó, nem 100%, mert lehet, hogy egy jó logikája van. Olyan... játékmechanikája van, hogy tudjátok, hogy átmegyek egy másik térképre, és akkor resetálódik minden. Hát azt meg nem tudom, azt majd meglátjuk. Azt passz. Sokkal több ilyet kell vásárolni. Ilyen... Te honnan jöttél? Aha, onnan. Jó, mindegy, lőjük ezeket szét. Oké, van ott egy adat. Itt van a raktári védelem kikapcsolása. Ho-ho! Ho-ho! Mondta a télapó. Oké, és akkor vissza kell menni. Jó van, srácok, sikerült. Még ugye, azért körbenézek, erre nincs semmi. Mert, ha jól emlékszem, itt jobbra még van valahol valami. Merre menjünk? Erre? Anyád. Itt van. Ohohohohohohohoho. Ez az. Az ilyen vírus. Nem itt jöttem be? Nem mindegy, nem tudom. Ott még lent van valami. Az ilyen vírusfészkek amúgy, amik a nagyon szarok. Az ágyúk is persze, de hogyha őket be lehet mérni, tudjátok, tehát ki lehet játszani, valamilyen pozícióból szét lehet őket lőni, akkor no problémo. Ezt lőjük szét gyorsan, mert addig úgy tudok mit csinálni. Azt most hagyom a fügyfenébe. Ó, itt lent ott nagyon sok van. Talán két ilyen fészket is láttam. Egyik nem biztos, hogy az volt. Anyád.
Az egyik nem biztos, hogy az volt mondjuk. Nézzük meg megint. Az mi az a jobb oldali? Az nem vírusfészek, az valami más. Amúgy ez a legjobb, hogy így hátrálni, és akkor ugye szépen úgy egy tömegbe rendeződnek, mert ugye a legrövidebb úton akarnak minket megenni ezek a hülye kis vírusok. Nem olyan, pedig azt szerintem az is vírusfészek. Most úgy jobban meg tudtam figyelni. Hát lenn két vírusfészek is van. Megnézem, hogy meg tudom-e csinálni. Ha nem tudom megcsinálni, hát akkor amúgy is kidob. Ugye? A kibertérből. És utána akkor elmegyek és gyorsan vásárolok cuccokat. És visszajövök. Mert akkor úgy sok értelme nincsenek, srácok. Ezt nagyon rosszul csináltam. Jöttök? Persze, hogy jönnek, mert ők szeretnek engem. Ez nem fog jól sikerülni amúgy szerintem. Aj, kapd már el a rohadékokat, hihetetlen. Nagyon kell ez a még egy az a dupla lövés. Nem tudom, hogy hogy lesz, mert értitek, tehát nem kell így. Tehát remélem, hogy nagyon szoros lesz az a dupla lövés. Na, ezt akarom még így is mondani. És akkor nem kell nagyon célozgatni. Hát ezt most vakon eleresztettem két lövést. Ez az a szerencsé, hogy jól látom, hogy nem nagyon lőnek rám viszont ezek a vírusok. Hát... Olyan lövés kellene, amelyik áthalad ezeken a kicsiken, és csak a nagy központot találja el, és ott aktiválódik, és lövi szét. Azt az egyet már... Nem egyszerűen... Jó, meghaltam. Jó van, srácok. Az idegesítő, hogy nem sok kell neki. Látjátok, tehát most ezért elmenni. Jó. Nézzük meg a térképet. Hopp. Hova menjünk? Tonyhoz? Menjünk Tonyhoz. Na. Tonynál is lehet ugye venni. Remélem jól emlékszem, hogy lehet Tonynál is menni. Nem, még nem csináltam meg a feladatot. Tony, gyere ide, beszéljünk. Jó, és akkor... Kell nekem tűzfal. Vegyünk belőle... Mi van még itt a sok hullám? Így van. Kell nekem tűzfal. 2, 3, 4. És kell nekem sok hullám. Az már picit drágább, óvatosan. Az... 2... nem érdekel, veszik abból is 4-et. Mit érdekel engem, srácok? Tehát most emiatt már ne veszítsem el, tudjátok. Jó, és akkor... Go vissza a kikötőbe. És szépen megnézzük, hogy mi a nagy harci helyzet. Neked valami? Semmi. Jó, mentünk azért. Nehogy itt visszatermelődjenek a... Hány óra van? Így megy az idő. Mármint, hogy nem. Tehát, hogy még csak 40 percen játszom. Tök jó. Jól van. Tehát, hogy ne termelődjünk vissza semmi. Na. Az emberek szerencsére nem termelődtek vissza. Szétlőttünk mindent. És akkor a kompjúternémmel meglátjuk, hogy mi lesz. Ó, még nem állt vissza mi a kis fütyim fókuszpont. És ott voltam Tonynál, és elfelejtkeztem föltölteni. Menjünk be ennyivel.
Jó. Kus van. Tehát úgy nézem, hogy talán sikerült mindent elintézni. Azt mondja, hogy a sok hullám lenne a legjobb. Elnyomok egy sok hullámot. Igen, itt volt még lejjebb. Ez az. Jaj, mamika! Ez az. Hihihi. Rohadékok. Ti kis buzeráns vírusok. Meghaltatok. Jól van, adat elolvasása. No. Terence meg névtelen. Szia, követtem az utasításaidat, és megtaláltam a tervrajzot. Amit kértél, Euroforce Holmi, elég fejlettnek. Aha, valószínűleg, hogy az a névtelen az a nagy ellenség lesz, aki a rendőrtől kaptuk meg a feladatként. Katonákat tankokká alakítja, vagy valami ilyesmi. Mindegy, nem az én dolgom. Megadom neked a helyszínt, miután átutaltad a fizetésemet. Jól van, a névtelen. Megkaptam az átutalást, kösz a tervrajzot, nem a megszokott helyen leled. Ez alkalommal egy szépben... Várjatok! Ez alkalommal egy szépben, Fixer Hope mellett, felett, egy elhagyatott épületben találod a kódja, 4815. Fixer Hope felett. Fixer Hope felett. Jó, hát majd megnézzük, srácok. Itt lent semmi, talán még itt jobbra el lehet nézni. Úristen, úristen. Tehát erre így akkor jobbra elnézünk. Nem emlékszem, ó, arra van valami, már látom. Aj. Ez az. Lehet, hogy a tűzfalat butaság volt elnyomni. Ott van, gyorsan üksz-éjjel. Ez egy ágyú. Menjünk még itt tovább, gyorsan, amíg a tűzfalunk aktiválva van. Nem az, már nem az. Á, nem, ilyenekre nem akarom pazarolni. Menjünk erre fölfele. Ó, pedig ez is csak itt, csak ez van. Menjünk gyorsan, mostan. Amíg... Ó, akkor ennyi, srácok. Akkor lehet, hogy ennyi. Akkor végül is lehet, hogy ennyi. Erre itt fönt semmi. Arra már nem megyek. Jó. Itt van még egy adatelolvasás. Szerencsés Terry, küldő John, Cinder Terence. Szia Terry, el sem fogod hinni, mit derítettem ki tegnap az egyik haveromtól a déli kikötőfalnál. Vásároltál egy jachtot tőlük. Mi van? Csodálatos egy világban élünk, ahol még egy targoncás is telik hajóra. Kellemes érzést okoz legbelül, igazából arra gondoltam, nekem sem este rosszul egy kar augmentáció, de elég vicces, hogy a fizetésem nem fedezi a költséget. Ami még furcsább, ugyanazt... Jó, hát ugye a Terence volt az, akit ugye az előző e-maileknél kiderült, hogy ugye, hogy őt kapcsolatban áll ilyen fickókkal is, arról van neki a pénze. Szóval, haver, tudnál nekem menni egyet? Ebben az esetben annyira lefogna a hátadás, még Sean Dice-nak sem említeni meg a kikötői rendőrség az új aktodat. Jó, hát zsarolás. Szimplán zsarolás. Küldő D. Barney, minden alkalmazott, tegnap incidens, minden kikötői alkalmazottnak. Arra kértek, magyarázzam el a tegnapi történteket az Eclipse hajón, így enyhítve az esetleg felmerülő aggodalmakat. Fú, az mi is volt az az Eclipse hajó? Bizonyos elméletekkel ellentétben nem történt támadás az Eclipse legénységén, mindez csupán egy nemzetközi katonai gyakorlat volt. Ezzel kapcsolatban a vízből kihúzott holttest a 13-os kikötőnél egy Euroforce vállalkozóé, aki a 432-es BC olajfúró tornyon dolgozott. Úgy gondolják, személyes gondjai miatt lett öngyilkos, a testét pedig az államot sodort a Harbor Prime-ba. Jó.
Van itt még esetleg bármi? Nem tudom, srácok, hogy arra mi van. Ó, XP. Nem, mint ha nagyon tök jó dolog lenne, de hát ha már itt vagyunk, akkor szedjük föl. És szerintem ennyi, srácok, ugye? Tehát egyszerűen nem... Nem tudom, hogy mit kéne még itt találnom. Itt már a logó ott van, fölfele se volt semmi. Remélem azért jó átnéztem mindent. Nézzük még erre föl. Teljesen. Igen, ott van a logout. Arra nem, arra mentem le. Erre mentem el balra. Akkor szerintem nincs semmi. Na. Ha minden igaz, szereztem egy csomó infót. És most már nem fog minket riasztani a kikötői védelem. És akkor ugye itt sincs már semmi. Amúgy lehet, hogy mintha eszembe jutott volna, mintha lehet, hogy mondta volna ez a kapitány, hogy itt van a bejárata egyből. Csak már lehet, hogy elfelejtettem, sőt biztos, hogy elfelejtettem. Ez a hátsó lépcső ide. Nézzük meg, hogy ott volt valami ajtó. Nem jelent meg semmi, hogy én beléphetek oda. Kikapcsoltunk mindent amúgy viszont itt most a kikötőben, srácok. Abszolút kikapcsoltunk mindent. Ez az ajtó akkor nem az az ajtó. Viszont... Itt még van olyan terület, amit még nem néztem át. Várjatok ide, hogy tudok oda felugorni? Jó, figyelj, hagyjál már, ne lövöldözgessél te onnan. Ezt úgy utálom, és komolyan mondom. Jó, persze, amikor én lövöldözgettem őket, az jó. A vatkó kussoljázotja. Hogy tudok oda átmenni, srácok? Hát 21-es raktár, itt belépünk. És akkor elnézünk arra-balra, viszont az életerőm lecsökkent. De jó, hogy van ennyi stimuláns adagom. Eladtam egy csomót, és még maradt is. Szipi-szupi. Jól van, és akkor itt még egy 50-es benyomunk. Csupa tabletták, meg injekciósok leszünk. Jól van. A riasztó nem szólhat most már. Aha, és akkor most, hogyha itt belépünk, akkor ide följöttünk. Aminek mi értelme van? Ennek mi értelme van, hogy ide följöttünk? Nem tudom azt ott elkapni. Bocsánat. Nem, oké. Okay. Jó, ez nem tudom ennek mi értelme, hogy ide ki lehet jönni. Lehet, hogy majd később lesz persze értelme. És szerintem itt lesz az a katona. Ott van. Ott van, te rohadék. Vagy ott vagy, te rohadék. Szegény. Jó, nem, jó, oké. Jó, zotya. Jó, de most ő az ellenség, na értitek? Hát, na, azt a mindenit. Kicsit vérszomjasak vagyunk. És akkor? És akkor, ha minden igaz, akkor remélem, hogy ez is még a kikötőhöz tartozik, és ugye itt is. Már csak a biztonsági örökkel kell majd megküzdeni. Bor, semmi. Sőt, itt már semmi nincs. Itt már semmi nincs. Hú, de nagyot ugrottunk a semmiért. Nagyon frankó. Viszont a kebabot még mindig nem találtam meg. Hol van az a rohadt kebab? Nézzük meg. Hát nem nagyon haladtunk semmivel. Ez nem az. Ellenőrizem a raktárak a dokkoknál, mert ott biofarm tech szállítanak bukkanhatok.
Oké, basszus, de hát akkor hol van? Akkor még nem sikerült megtalálnunk. Tudjátok, hát ha nem vettem észre, fölvettem és már rég megcsináltam a küldetést. De ennek mi értelme van, hogy oda föl lehet kapaszkodni? Hol van itt valami hülye perem, amit valamiért nem érek el? Lehet, hogy csak simán úgy föl kéne ugornom, várjatok? Ó, eszembe jutott valami. Ugye van egy olyan augmentáció, hogy rohadt magasat ugorjunk. Azt a mindenit. És lehet, hogy ehhez ez kell. Ó, gyerekek, 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 gyerekek. Az a baj, hogy onnan nekiugrugaszkodok. Nem tudok olyan rohadt nagyot ugorni. Hát megnézhetjük, de szászán, hát nem. Ez vicc kategória volt. Ez ilyen, értetek, Superman szanaszét röhögi magát. És oda nem lehet... Nem lehet fölkapni. Szerintem az a megoldás, srácok. Ezért van ez itt. A franc egye meg. Semmi... Jól mondom, nem azt mondom, hogy semmi, de... Teljesen feleslegesen el... Jó, nem... Tehát nem teljesen feleslegesen, de egy picit akkor részlegesen... Feleslegesen el... Baszarintottam egy csomó időt. Mert... Mert igazából semmire nem jutottunk. Szerintem abban raktál, ott lesz valami kebabos hülyeség. Itt már mindent átnéztünk. Valamelyik patkány megette, és itt más ajtó nincs is. Még csak ez a 11-es raktár van, vagy 21-es raktár. Vagy ugye az van, hogy valamit nem vettem észre. Itt valami polcon, de... Nem. Nem, szerintem azt tudom elképzelni, hogy annak az lesz a megoldása. Annak sajnos az lesz a megoldása. És ennyi meg egy Bambi. Nem, erre nem lehet menni. Ott sincs semmi. Meg hát ez más. Ez ugye... Ez nem raktár végső soron. Ez nem raktár. Szerintem ott lesz. Szerintem ott lesz, srácok. Viszont akkor mi a francot csináljak? Akkor nem tudom, hogy mit csináljak. Mennyi az idő? 52. Volt nekünk itt valami olyan e-mailünk, hogy... Hogy Fixer Hope-nál itt valahol van egy szép, ahol ott van valami tervrajz. ...112-es... Váltok, kell itt nekünk valamit venni? Semmit. Igazából lőszer kellene. De jó, nézzétek, ott fönn dohányzik a csóka, nagyon magány. Mostanában, tehát én most már leszoktam a cigiről, mert nem tudom már hány éve. És... viszont most olyan... problémák és munkákat kellett csinálni, és a unoköcsim az még dohányzik. És most kénytelen voltam rágyújtani pár cigire. Oda föl tudunk ugorni? Mert ez olyan gyanús nekem, srácok, nem? Vártok, és akkor... ugorjunk le? Kinyit. Ott van Georgi! Most nézem, basszus. Menjünk már ide Georgihoz. Hello! Van itt nálad valami? Welcome to my humble... Oh, it's you. Nos, igen, én... It's great to see you. You came... Persze, hogy eljöttem hozzád, hát, ha lesz valami jó kis szöveg. I used the vending machine earnings to get off the streets. I have a lot to thank you for. I set up this little place offering cheap IT services. Oh, ho, hoppá, hoppá, srácok.
Everything is good. Jó, árulsz is valamit? You want any more of those data chips I gave you before? Mutasd, mit van. Mutasd, mit van, és adjunk el neki bort. Ja, de nem így kell. Hülye vagy, Zotya. Hanem így. Átugrok ide. Meg akkor a pornólemezt. Meg... lőszer. Ez milyen lőszer? Magnum lőszer. Ugye kell a francnak? Nincsen magnum. Nagyon jó amúgy ez a kis pisztoly. Végső soron. Eladjuk. Eladjuk. Tükörányburok marad. Ő is marad. Eladhatunk neki. Nem adunk el neki stimulást. És azon ezen filózok, srácok, hogy valaha, ugye nem tudom még meddig tart a játék. Már így is elég sokáig tart. Tehát azért már így simán több mint 10 óra lesz a játékidő. Jó, persze sok tökölés is van velem. Bármint, hogy lehet, hogy én tökölök sokat. De hogy ez maradjon. Tudjátok mit? Tehát ameddig nem muszáj, srácok, én nem adnám el szívem szerint. Jó, menjünk át a Georgihoz. És... nézzük meg... de az a baj, tehát hogy nem változik az ár. Miért nem adják nekem olcsóbban? Mindegy, tudok nála venni adatpajzsot, meg mindenfélét. Én is. Amiből nekem mondjuk a adatpajzsból... igen, vehetnék egyet. Hogy legyen... jaj, bocsánat, félrenéztem. Miről beszélek? Most mi van? Nem, nekem ez kell. Ebből kéne még egy. Ó, panyek. Jó, többet nem veszek. Aj, elnéztem, benéztem. Jó, nézzünk. Vagyis lépjünk ki tőle. És szolgáltatás. Implant-induced inflammation. Spam-tős vírusoktól. Mi a helyzet a főműveddel? No, I left that alone. And it would work on the top level too. You can bet on it. I'm sure. És a legfelső szinten is. Harcolja a hatalom ellen. Yes, I said that, didn't I? Ó, meggondoltad magad? I have a new circle now. One with people in it. Igen, tehát ez a szélsőséges viselkedés, ugye ez megszűnt akkor? Most már nem vagy anarchista? Te kis pista? Ez jó volt. Igen, jó. Nem volt annyira jó, de mindegy, jó volt. You have a circle idea, have you? What is jó. Ennyi meg egy bambi. Amúgy én azt hittem, hogy mi is részesülünk majd a pénzekből. Nem? Tehát úgy illene. Jó, ne adjuk föl. Ja, és erre már a dokkok vannak. Tehát, hogy van valami lakás itt. Van valami lakás. De hol? Pedig ezt mondta, hogy Fixer Hope-nál valami felső lakás. Oda nem tudok felugorni. Jaj, nem. Hogy van itt valahol valami. Létezik, hogy ez lenne a srácok. Itt más semmi nincs. Van a patikus. Mitikus? Patikus. Jól van. Nézzünk be ide. Itt van még egy szép végső soron. Amit ugye nem tudtam én kinyitni sehogy sem. Jó, oké. Hát a kódot azt én elfelejtettem, de hát... gondolom nem csodálkoztok rajta, hogy elfelejtettem a kódot. Várjatok, van itt esetleg nekem olyan, hogy be van írva? Csináld magad ruha. Ez már megvan. Ez nem erre vonatkozik. A jó zsaru, hogy mi is, hol tart? Ja, az ipari zónába kéne mennem.
Ezt pedig még szintén nem tudtam megoldani. Ez sem, vagyis hát ez most stagnál. Ó, ez is. Ez is van még. Ő pedig így most semmi. És akkor a naplókat nézzük meg. Közebb hajolok a tévéhez, 48-15. Nézzük meg, srácok, hogy most erre érti? 48. Hát nem igazán nyílt ki. Még mindig zárva. Basszus kulcs. Ez akkor melyik az a... ajtó? Oké. Megtaláltam az e-mailt. Hol van? Tehát, hogy itt van. Megkaptam az át, a tervezet nem a Mexikót helye, ez alkalommal egy szépen Fixerhope fele. Egy elhagyatott épületben találod. Fixer's Hope felett. Az ez lenne az? Ezt most nem elmértem, srácok. Tehát Fixer's Hope felett. Az ő, az Tony. Szerintem itt valamit nagyon itt megint egy picit, mint ahogy... Jaj, a fókusz... Ja, de föl van töltve a fókuszpont. Szerintem itt valamit megint... nem... nem... Vigalmaz... Fogalmaz... Jaj, jó, most már abba hagyom. Nem fogalmaz... érthetően... Tehát egy szépen, és akkor úgy van, hogy Fixer Hope térképen, és ott valahol valamilyen emeleti lakást keres. Tehát én most ezt úgy értelmezem, mert Fixer Hope felett Tonynak a cucca van. Szépen Fixer Hope felett egy elhagyatott épületben találod. Jó, tehát igen, tehát így van. E felett már nincs semmi. Jó. Vagyis hát csak Tony. De itt meg hol a fügy fenében van? Itt meg már az útkereszteződés van. Ott, nézzétek! Ott van! Ó, azt a büdös mindeneteket! Mennyi volt? 48-15 akkor? Remélem jól emlékszem rá. De ez nem az. Ez nem az, itt nincs semmi. Ne szivattyúzom, már úgy megörültem pedig. Nézzük meg a kiberteret. De akkor lehet, hogy... Hé, húzz el innen! Dögölj meg. Tehát... Itt nincs, nem látok kódot. Pedig ez tökéletes amúgy. De várjatok, elhagyatott lakást mondott, bocs. Ez meg úgy néz ki, hogy nem elhagyatott. Ott cigizik a szerencsét. Oké, viszont... Hát nem jött össze. Viszont... Nem, ott sem jött össze. Ez mi volt? Ez valami bug volt. Arra föl tudok ugorni? Föl? Hoppá, Rézi mi! Itt van! Fixer Hope! Ó, nem mondjátok, hogy itt mik vannak. Most én... Tökön szúrom magam.
Fixer Hope felett. Szerintem még arra kell menni. Ott van! Ott van! Apuci ment egyet, mert ki tudja, hogy mi lesz. Oké, apuci mégnak még ugornia kell. Nem mondjátok, srácok! Látjátok, hogy mennyire hihetetlen a játékot? Tehát, hogy ilyen hülye, ilyen rejtett helyek vannak, amit nem is gondolnám. Na, ott van... nem ott van akkor a szép. Ott van lent a szép. 40... Hogy kell? 48... Mennyi volt? Elfelejtettem. 15, nem? Előbb basszus. Vagy 15. 15, jó. Ó, és nézzétek meg, hogy harci öltözetem lesz. Ó, nézzétek meg. Hol is volt az a hülye tervrajzos fütyi? Lent a csatornákban, mi? Nem tudok oda egyből lemenni. Hát nem úgy néz ki, gyerekek, mintha én egyből oda el tudnék menni. Pedig ez nekem kéne, azt még szerintem le kell gyártani, mert az a tervrajz. Ez Trubadi... Oké. Jó. Jó, tehát oda nekem akkor azt még el kell menni és legyártani. Nézzünk egy... Így van. Más itt nincs. Semmi. Jó. Akkor itt lesz vége a videónak. Itt még nem tudunk sehova sem menni. Nézzük meg egy kiberteres bemutatót. Jobban szét tudok nézni. Semmi. Ameddig lehet. Nem, jó. Semmi. Nem, semmi. Így van. Ott van a dokkok. Oké, na srácok, mit csináljunk? Én szerintem le kéne gyártani azt a ruhát. Akkor csináljuk meg azt. Csak tudjátok, hogy mindig tudjam azt, hogy... hogyha nekiállok, így kitalálom ugye, hogy mit kell csinálni. Tehát, hogy... Na. Na, ezért. Tehát, hogy tudjam azt, hogy meg kell keresni azt a... Itt még szerint... Aha, igen. Jó, pont akartam mondani, hogy itt van ez a elektromos... kábel. Akkor végső soron jó sok augmentáció. Az a baj, hogy megint rá vagyunk kényszerítve arra, hogy milyen augmentációkat vegyünk. Kell venni akkor a magasugrást, és kell venni ugye egy olyan augmentációt is majd, hogy megvédjen minket a kinyit. Csempészek rejtek helye. Menjünk a... Ácsi. Gyorsan kapjuk el! Hogy rohadjál meg. De akkor ezt most már... Én itt nem voltam. Vagy ugye valami feladat folyamán itt újra termelődtek az ellenfelek. Akkor Storno, akkor szerintem egy fogjuk folytatni. Mentés. De itt maradunk lent, tehát hogyha itt most... Ne. Ó, menjünk ide vissza, hogy ne tudjunk rá lőni. Tehát, hogy úgyis itt maradunk lent, és akkor elkészítettem azt a ruhát. Ha megvan a ruha, akkor szerintem majd elmegyünk oda az ipartelephez, és szétütjük azt a csókát, aki ugye nagyon keménynek hiszi magát. Na, oké. Mentettem egyet, ugye? Megvolt. És akkor kislépünk a főmenübe. Jó van. Haladunk. Ez nem is tudom, most a 10. rész lesz.
Körülbelül ugye 10 óránál járunk, ugye volt egy rész szerintem, ami csak fél órás volt. Körülbelül 10 óránál járunk. Jó. Még azért van hátra a játék, valahogy nézem. Nagyon új küldetéseket már nem szedtünk föl. Már inkább fogy, mint jönne új küldetés. Tehát még ki tudja, hogy még mi lesz. Azért még lesznek itt nehéz feladatok. El ne felejtsem, hogy majd föl kell menni a valami emeleti lakásba, és ott is valamit föl kell törni, ha jól emlékszem. Igen. Na, jó van. Köszöntöm szépen a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!